Még mindig találnak túlélőket a mentők Albániában, ahol az elmúlt évtizedek legerősebb földrengése rázta meg Durres és Sumane környékét kedden hajnalban. Kedden délutánig 16 halottat és 130-nál is több sebesültet jelentettek a hatóságok. A Richter skála szerint 6,4-es erősségű földmozgás után, amely házakat döntött romba mindkét városban. Durresben 42 ember élve került ki a törmelékből kedden, a mentők tovább kutatnak. A környező országok speciális egységekkel és felszereléssel, járművekkel és szakértőkkel segítik a mentést. Egy helyi férfi azt meséli, hogy elment a világítás, semmit sem láttak, minden összeomlott körülöttük. Durres a tengerpart mentén, Sumane attól nem messze, az ország északnyugati részén fekszik, körülbelül 40 kilométerre a fővárostól, Tiranától. A kedhajnali földrengést, amelyet a Balkán-félsziget más részein és Olaszországban is érzékeltek, pár óra alatt több mint 100 utórengés követte. A tiranai baleseti sebészeti klinika orvosigazgatója arról számolt be, hogy nagyon sok a fej- és végtagsérülés. Minden súlyos sérültet az intenzív osztályon kezelnek, de vannak könnyebb esetek is, őket is ellátták, de utána hazamehettek. Az albán kormányfő Edi Rama személyesen mérte fel a helyzetet, ígért segítséget azoknak, akik mindenüket elvesztették. Albániában gyakoriak a földrengések, de ilyen pusztítást már majdnem 50 éve nem okozott egyik sem, Európa legszegényebb államában.